kezdjük azokkal a színészekkel, akiket a legtöbbször szólaltattál meg. Ilyen volt például James Van Der Beek, akivel először a Dawson és a haverokban találkoztál, majd később a Ne bízz a Ribiben című szitkomban is szinkronizáltad, ahol önmaga paródiáját alakította, és nagyon jó volt, hogy a te hangodon szólalt meg, mert is sokkal jobban átjöttek a Dawsonos utalások. Hát köszönjük a csatornának, akinek a vezetőségében valószínűleg láthatták ezt a sorozatot, mert le volt adva a nevem. Igen, ez így volt poén, és én is nagyon örültem a megkeresésnek, és valóban az van, amit te mondtál, hogy mégis a Dawson egy kis paródiája volt. Nagyon szerettem csinálni, mert nagyon vicces volt ezáltal az egész sorozat, hogy rengeteg öniróniával rendelkezett. És volt még később egy évados szitkom is, aminek sajnos nem tudom a magyar címét. Az neked mennyire nyert el a tetszésedet? Nekem az még jobban elnyert a tetszésemet, nekem sem jut eszembe a címe, azt hiszem a Fox csatornán megy, Amerikában valószínűleg megbukhatott, mert azt hiszem egy évadnál tovább nem ment tovább a sorozat, azt hiszem 13-14 rész volt, egy kicsit ilyen jó barátok utánézés volt, vagy akár ilyen így jártam anyátokkal, ilyen 5-6 fiatal életébe leshettek bele a nézők, rengeteg vicces sztori megjelenet volt benne, én nagyon-nagyon szerettem, eleve egyébként a szitkomokat nagyon szeretem csinálni, talán jobban, mint nézni, én jókat szórakozom egyébként a forgatásokon. És a Dawsonban mi fogod meg téged? Hát a Dawson az hát eleve ott a 90-es évek végén csináltuk, vagy közben 97-98 talán akkor csináltuk az első részeket. Eleve egy új típusú megközelítés se volt a tini sorozatoknak, amiket megszokhattunk. Romantikus volt, jó zenék voltak benne, és eleve nagyon közel éreztem a karakterét magamhoz, de mert én is hasonló kamasz voltam, és hasonló típus voltam, és emlékszem, hogy egy hangmérnök egyszer be is ott a forgatásokon az első epizódoknál, és ebben még hasonlítottunk, és egymásra akkor, és kérdezték, hogy te saját magadat szinkronizálod most? Tehát nem csak külsőleg, hanem tényleg belsőleg is közel éreztem magam Dawson Leary-hez. Az egyetemi részeknél úgy éreztem, hogy nagyon elment a sorozat a dráma irányába, és mint hogyha nem is az a sorozat lett volna, amit az első évadok során megismertem, sőt, a befejezése is drámai lett. Te ezt hogyan látod? Neked a sorozatnak melyik szakasza tetszik, illetve mit gondolsz a végeredményről? Nekem is az első évad volt a kedvencem, még a másodikra is azt mondom, hogy az is még egész jól sikerült, és akkor a harmadiktól, amit te is mondtál, kicsit elmenték más irányba, de mégis a legutolsó évad utolsó jelenetében úgy amikor úgy meglett a happy endje, és utaltak az első évad bizonyos részeire is, az engem nagyon meghatott, meg úgy végig gondoltam, hogy oké, velük mi történt az elmúlt 6 évben, eleve velünk is mennyi minden történt a magyar hangokkal, meg eleve meghalt az egyik főszereplő is, egyébként a Dawson sorozatban az egyik fő karakterem, a Borinak a karakterem, az is sokat dobott ahhoz, hogy elérzékenyüljünk az utolsó tekercsekben, és nem megsirassuk azt a 6 évet, amit együtt töltöttünk. És hogyan fogadod, amikor nem te szinkronizálod a színészt? Szerintem most már én ezekkel nem szoktam foglalkozni. Kamaszkoromban úgy mindig úgy figyeltem, hogy de jó lenne, ha ismét megkaphatnám, de most már úgy vagyok vele, hogy ha rámosztják, akkor nagyon örülök neki, ha nem, akkor ezt tiszteletbe kell tartani. Biztos vannak okai, hogy miért más csinálja. Ezeken én már nem szoktam idegeskedni, elég sok minden idegeskedik az ember az életében. Szerintem ilyen dolgokat el kell engedni, örülni kell annak, hogyha gondolnak ránk, ennyi. Az így jártam anyátokból, emlékszel arra a részre, amikor James Van Der Beek vendégszerepelt benne, és természetesen csinálta? Természetesen emlékszem, nagyon vicces volt, igen. Fura volt, ilyen skizofrén helyzet, hogy úristen, most akkor melyik? De nagyon vicces volt. És azt tudom, hogy nagyon szeretted ezt a szitkomat, és abban mi fogott meg téged? Hát eleve én is ilyen kis infantilis, meg ilyen vicceskedő fiú vagyok, meg szeretem, hogyha a környezetemben aránylag jó hangulat uralkodik, meg szeretem megviccelni az embereket, meg a barátaimat, pedig már be kéne, hogy nőjön a fejem lágy ennyi idősen, de
ezért fogott meg Barney figurája, mert ő is hasonló volt. Az első két évadot újra szinkronizálnám, hogyha lehetne, mert akkor még nagyon ismerkedtünk, meg elég gyorsan kellett fölvennünk, és utána érzem azt, hogy tényleg megtaláltuk egymást. Az egyik közönség találkozón mondtad, hogy a 8. évadot is újra szinkronizáltad volna, és nem emlékszem a pontos okára, talán az lehetett, hogy roham tempóban készült, vagy beteg voltál? Igen, nagyon gyorsan kellett fölvenni, azt hiszem a 8 részenként vettük fel, elég fárasztó volt, plusz még beteg is voltam, hangszárgyulladásom volt, úgyhogy nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Remélem, hogy ez annyira nem hallatszik, illetve nem is hallatszik annyira, de én biztos, hogy ma már máshogy csinálnám, meg jobb egészségesen dolgozni. Csak hát akkor sietnünk kellett, mert megcsináltuk csütörtökön pénteken az epizódot, és akkor már hétfőn kedden adásban voltak. Azért, mert hogy ennyire frissen követték a csatorna az epizódokat. Nekem egyébként nem tűnt fel, hogy betegen csináltad. Hál' Istennek! Én viszont tudom bizonyos jelenteknél, hogy hol voltam beteg, vagy hol voltam éppen náthás, bizonyos epizódok bizonyos részeiben itt éppen influenzás voltam, itt beteg voltam. Én hallom azokat a kis nüansznyi különbségeket, hogy ez nem az egészséges Tomi hangja. A sorozat befejezése nagyon megosztja a nézőket. Te mit gondolsz erről, hogy jó sikerült lezárni, lehetett volna jobb, másra számítottál esetleg? Lehetett volna egyébként hollywoodi módjára is befejezni, és akkor tényleg azt mondjuk, hogy úristen, tök jó meg minden. Erre megmondhatjuk azt, ami a vége lett, hogy az életben miért kell, hogy minden úgy alakuljon, hogy minden happy. Hát nem tudjuk, hogy nem minden happy. Vannak benne tragédiák, negatív dolgok. Szerintem jó, persze, mindenki örült volna annak, hogyha úgy alakulnak, ahogy. Nekem nem volt vele semmi bajom, tehát pont ettől volt érdekes, hogy nem azt kaptuk a végére, amit egyébként vártunk. Bár lehet, hogy annak örültünk volna. Tehát szerinted Ted és Robin valóban összepasszolnak? Hát összejöttek a végén. Nem tudjuk, hogy mi lett a végén. De szerinted is passzolnak egymáshoz? Hát, hogyha végigveszünk azt a 9 évadot, szerintem igen. Szerintem igen. Az biztos, hogy a Barneyhoz nem illett. A Robin, nem Ted. Azt tudom, hogy te ismerted előtte a sorozatot, miatt a szinkron munkát elkezdtétek. Ismerted a sorozatot, miatt a szinkron munkát elkezdtétek. És te, amikor hívtak a forgatásra, egy teljesen más karakterre számítottál, nem a Barneyra. Igen, egyébként pont előtte kezdtem volna feliratosan nézni a sorozatot, de tudtam már a karakterekről, meg tudtam a sorozatot, hogy mi fánterem. És én is azt gondoltam naivan, hogy hát akkor biztos a kis fekete hajú Tedre megyek, és akkor meglepődtem, hogy a másikra megyek, de most már semmi pénzért nem adnám természetesen bárni figuráját. Nem hiába vannak a rendezők, ők tudják, hogy kihez mi illik. És van olyan része a sorozatnak, amire szívesen visszaemlékszel, ami megmaradt belőle? Gondolom több ilyen is akad. Persze. Mindegyik. Nagyon jó volt az első 4 évad abból a szempontból, hiszen kérdezted, hogy szoktunk-e együtt lenni, vagy külön. Az első 4 évadnak a forgatása az úgy zajlott, hogy általában együtt voltunk. Vagy legalábbis párban voltunk éppen azokban a jelentekben, amikben együtt kellett, hogy legyünk. Valamikor 4-en voltunk, tehát ott volt az alapgárda. Ez kedvesebb számomra, mert jobb hangulat volt. Röhögtünk minden egyes jelenetnél. Utána meg már viszont teljesen külön voltunk, mindenkit külön vettek fel. Úgyhogy az első 4 évad az jó volt. És ha jól emlékszem, szintén ezen a közönség találkozón hangzott el az is, hogy micsoda? Amikor már külön vettetek titeket, akkor abból merítkeztetek azokból a felvételekből, amikor még együtt voltatok. Persze, igen. Hallottuk vissza a másikat, hogy ez ő vajon hogyan mondaná, vagy ő vajon mit mond, hogyha mondjuk innen volt fölvéve. Nagy segítség volt, persze, egyértelmű. És milyen volt a fiatal Superman bőribe belebújni? Jó volt, az nekem már a 3. találkozásom volt, gondolom a Smallville-re gondolsz, ugye? Igen. Igen, mert előtte már csináltam egy... Szerintem a 80-as években készült, tehát a TV2-től ment még a 2000-es évek elején az ifjú Superman kalandjai.
ott már találkoztam vele, egyszer is a klasszikus Superman moziban, a Christopher Reeve legelső epizódjában, ott az első 10 percben az ifjúkorát én szinkronizáltam, tehát ez már a harmadik találkozás volt, és nagyon röhögtem. Nagyon jó volt, hiszen főleg az, hogy ő is 10 évet vett el az életemből, 10 évig csináltuk, azt hiszem 10 évados volt a Smallville, úgyhogy nagyon szerettem, nagyon egyszerű munka volt, nagyon könnyű volt, nem az én világom, de attól függetlenül nagyon szerettem is, és nagyon nagy rajongó tábora volt, arra emlékszem. Emlékszem, hogy amikor ment a sorozat a tévében, volt egy fórum, ahol válaszoltatok a rajongók kérdéseire. Sesszák Szabolcsra emlékszem, Sánt Anna Máriára is rád. Ennyire fontos volt számotokra a közönség? Persze, hiszen olyan komoly honlapot készítettek, meg annyira nagy rajongó tábora volt, hogy meg egészen más világ is volt egyébként, ez még a 2000-es évek elejéről beszélünk, hogy hát meg egyébként is nem mondhatunk erre nemet, tehát válaszoltunk minden kérdésükre, és nagy örömet okoztunk nekik ezzel, szerintem ez semmi baj nincs. Sőt, még azt hiszem, ilyen kulisszatikokat is elárult a Szabi ilyen forgatásokról, hogy éppen amikor a forgatások napjáról beszámolókat tartottunk, hogy hogyan zajlik a forgatás, kikkel találkoztunk, hogyan zajlik egyébként ennek a folyamata, és akkor ebbe avattuk be az érdeklődőket. Zac Efronról mi a véleményed? Zac Efronról? Mire gondolsz? Most legutóbb volt egy kifejezetten jó filmje, a Rossz szomszédság. Így van. Sőt, most csináltuk egy vadonatúj mozit, január 28-án lesz a mozi premierje, a Nagyfater elszabadul, Dirty Grandpa lesz a címe, hát én Robert De Niroval, Revicki Gábor lesz a magyar hangja értelemszerűen. Hát én rengeteget nevettem, nagyon szerintem nagyon jól sikerült moziról van szó. A Rossz szomszédságnak is lesz most egyébként egy második epizódja, most csináltuk az előzetesét. Zac Efronról az a véleményem, hogy ővel először a High School Musical kapcsán találkoztam, ott egy casting alapján, a Disney kérte castingot, annak alapján kaptam meg. Rengeteget fejlődött, érzem azt, hogy ahogy véget ért a harmadik epizód a High School Musicalnek, ő azonnal elkezdett egészen más típusú filmeket csinálni, mint az a musical. Egyre jobban letisztult a játéka. Jó úton halad, reméljük, hogy lesz belőle még valaki. De ez jó filmeket is csinál természetesen. És a Transformers-es csávó? Shia LaBeouf, azt hiszem így hívják. Jól mondtam? Shia LaBeouf. Jó volt a Transformers. Előtte csináltam egy másik filmet, talán úgy kaptam meg a Transformers és a Disturbia, azt hiszem így mondják, Disturbia, ilyen thriller volt. Igen. Thriller. Az is egy nagyon jó kis mozi volt. Hát az hát látjuk, hogy mi történt vele az újságokból, nem jó úton halad, sajnos, de nagyon jó volt a Transformers, nagyon látványos mozik voltak, úgyhogy azt is jó volt, meg érdekes volt csinálni ilyen nagy mozikat, különböző, nem kell különböző, szívesen volt. Jó volt csinálni Transformers mozikat, pont! Amikor először mentél ki megszólaltatni Kenny McCormickot, akkor tudtál valamit a South Parkról? Semmit. Semmit nem tudtam róla. Nagyon örültem ennek a hálás feladatnak, hogy nem kell példányt néznem, magamra vagyok utálva, és érthetetlenül kell gagyognom, de az álmomban nem gondoltam volna, hogy 97-ben, vagy 98-ben, vagy 23 évesen, hogy még 40 évesen is gügyögni fogok, mert éppen még múlt héten is csináltuk a legutolsó évadot, hogy tehát, igen, elvett 18 évet az életemből, de nagyon szerettem, egyébként jó volt. De egyrészt nem láttam, még egyébként azóta sem a South Parkot. Tudom, elnézést minden South Park rajongótól. Azokat a részeket láttam, amiben benne voltam, de nem láttam. De tudom, hogy nagy sikere van, és nagyon jó, meg jó a humora is, meg látom, hogy jó sorozat, de elnézést. Angolban mond ő értelmes mondatokat, és magyarban is ez így. Igen, le vannak írva a káromkodások. Több stábot elfogyasztottunk már a 18 év alatt. Valaki kérte, hogy ne lehessen érteni semmit. Valaki meg kifejezetten szerette volna, hogyha ezek úgy értve vannak. Főleg a csúnya beszédeket hangsúlyozzuk ki ezekkel a kis beszéddel. Mindent a sikerért.
Az angolban nincs ennyi káromkodás, de szerintem a magyar szinkront ez is megdobta. Persze, a magyar nyelv olyan gazdag, hogy olyan szépen lehet káromkodni, visszatérve a Nagyfater Elszabadúrra, ott is egy olyan jó magyar szöveggel dolgoztunk, olyan szókincs gazdag volt, és jó ízű, csúnya beszéd hangzik el Robert De Niro szájából, hogy élvezett hallgatni, mint például a régi Eddie Murphy filmekben is, azokat is azért szerettem, mert jó volt, nem bántó, hanem szórakoztató tud lenni, és a South Parkban is ez van, hogy ott sem bántó a csúnya szó, hanem szórakoztató, meg vicces. Akkoriban még újszerű volt ez a sorozat. Abszolút. Fel tudod idézni az emlékeidet, hogy hogyan reagáltál, amikor megláttad, hogy miről szól, hogy minden epizódban meghal, hogy végignevettük. Szabad szájú, tabu döntögető. Abszolút röhögős volt. A stáb is jó volt, a HBO-ba kezdtük el. Nagyon sokat nevettünk. Főleg amikor megkérték, hogy azt találtak a rendező, hogy hát a vége főcímben mindenki mondja a saját karakterén a hangját. A többiekkel nem is volt semmi gond, de én bajban voltam, hogy akkor én hogy mondom el a nevemet. Markolt, Tamás, úgyhogy valahogy így hangzik el a véges stábba a nevem. Én úgy tudom, hogy ezt ti találtátok ki. Nem tudom, ki találtak ki. Nekem azt mondták, hogy mondjam be a nevemet. A Kenny sem. Mondom, és mégis hogyan? Aztán elmondtam valahogy, persze. Megkerülhetetlen téma nálad az animék, hisz rengetegben voltál. Volt időszak, amikor rengeteg animét csináltunk, így van. Volt, igen. Hát ilyen csatorna is volt, azt hiszem, ugye? Volt Animex, igen. Igen. És mi a véleményed erről a műfajról? Én szerettem. Sőt, volt egy olyan, ami a Rómeus Júlia anime verzióval. Hát azt kifejezetten imádtam. Tök jó volt. Az ilyen sci-fi stílus volt. Igen. Nekem semmilyen munkával se egyébként. Jók voltak az animék. Azok is jók voltak. Meg hogyha egy kicsit még gyermekek vagyunk még egy picit, már pedig minden színész egy kicsit az marad. Meg ha jó az egész, akkor tök jó. Nekem különösen emlékezetes a Dragon Ballban Son Goten figurája tőled. Ez a sok... Abba benne voltam? Nem is emlékszem. Elfelejtetted? Hát, sok munkát csináltunk szerintem. Dragon Ball. Tudom. A Lippai László van benne, ugye? Igen. Oké. Okay. És abban én benne voltam? Igen. Oké. Nem, semmi. Tessék? Hát, ha kérdezel a figurámról, akkor most bajba lennék, úgyhogy inkább feleznék, vagy a számítógép segítséget kell, vagy fölhívnék valakit. Mondjuk a rendezőt, hogy segítsen nekem. Martin Bernadettet? Ja, persze, igen. Mert volt egy az EHO szinkronban is, még a 90-es évek végén. Ott is volt egy picikén, de tényleg voltam a Martin Berninél, tényleg. Igen, azt tetted, hogy ott volt. Három epizódban voltál az EHO-ban, és utána megkaptad... 17-19 év után? Ugyanazt a figurát megkaptad. Nem, hát ezt nem is gondoltam volna. Ami viszont vicces, most, hogy ezt mondtad, az Alf című szitkomot szinkronizálták újra így 20 év után. Hát más lett a szereplőgárda, viszont én imádtam akkor ezt a sorozatot a 90-es évek közepén, úgyhogy amiben benne voltam, aztán volt egy epizód, én kamasz fiú voltam a lánynak a barátnője, az nekem meg volt videókazettán, és 20 év után újra szinkronizálták, és teljesen véletlenül megkaptam ugyanazt a figurát, úgyhogy nagyon vicces volt. És a Dexter laboratóriuma, a Cartoon Network-ös sorozat? Az hogy jutott eszedbe? De úgy tudom, hogy azt szeretted. Nagyon szerettem, igen. Bár az egy megörökölt figura volt, az elődöm Bartusz Attila volt, csak aztán ő eszem elment Amerikában egy kis időre. Úgyhogy átvettem tőle. Nagyon sokáig csináltuk. Az egy agyament rajzfilm volt. A Molnár Ilonával készítettük, ide csináltuk, jó, a Didi. Hát ott tudtam, hogyha arra megyek, akkor egy 6-7 órán keresztül egyfolytában ordítani fogok. Tehát ott végig ordibálta a figurám. Ilyen őrült kis tudós kisfiú volt. Ja, jó időszak volt. Az Inuyashában volt egy pervers pap. Ha emlékszel rá. Az én vagyok. Miroku. Igen. Igen. Az pervert volt? Igen. Jó, pervert volt. Akkor vállalom. Milyen emlékeid vannak ezzel kapcsolatban? Rengeteg. Az is nagyon jó volt. Ott a Titani lába volt, meg a Steiner Kristoffal. Ott voltak a forgatások alatt olyan dolgok, amikre még a mai napig is visszautalunk egyébként. Úgyhogy nagyon, nagyon szerettük. Jó volt. Vagy mire vagy kíváncsi? Tessék? Vagy mire vagy kíváncsi? Erre. Jó volt.
A másik még a Full Metal Panic, amiben egy katonát játszottál. Igen. Az nagyon vicces volt, mert ott is a Molnár Ilonával voltam, és voltak olyan epizódok, amiket a testvére írt, a Molnár Levente, aki ugyancsak szokott szervezelni, és azt hiszem a Levente írta annak a magyar szöveget, és akkor a Ilona nem volt megelégedve a szöveggel, akkor nem mondhatta azt, hogy anyádat a szövegnek, mert akkor saját anyukáját szitta volna. De egyébként nem is volt semmi baj a szöveggel, úgyhogy teljesen rendben volt. Erről a meséről csak ez jut eszembe. Jó, és Ashton Kutchert is szinkronizáltad. Ú, azt nagyon szerettem, egy szitkomot csináltunk a 70-es, azok a 70-es évek. Hú, hát azt, életem egyik legjobb időszaka volt az az 5 hónap, nagyon szerettük. Pont együtt volt egyébként az Így jártam anyátokkal is. Imádtuk csinálni. Mindhányan benne voltunk, imádtuk, de a stáb is, Dezső Firasz Katalin osztotta a szerepeket, örökké hálásak leszünk neki, mert hát, nagyon szerettük, mert tényleg végig nevettük az egészet. Nagyon jó sorozat volt. Az HBO-n ment, talán még a Comedy Centralon is ment. Ott is ment. Az időszak, eleve imádom a 70-es, 80-as évek időszakát, zenei világát, életstílusát. Meg eleve egy vicces sorozat volt. Nagyon jó volt. Nagyon szerettük. Top 5-ben benne van nekem a kedvenc munkám. A Parker Lewis is benne van a top 5-ben? Persze, az az első ilyen is, az nagyon jó volt. De arra nem is emlékezhetsz, nem is éltél még akkor. Dehogy nem. Tényleg? 98-ban? A TV2 azt hiszem akkor indult, és akkor volt ez a tini sorozat. Azt is nagyon szerettük csinálni. Nagyon szerettük csinálni. Nagyon jó volt. Aki emlékszik rá, az tök jó. Akkor már idős. Van is pont egy videó, egy régi videó. A forgatásról? Igen. Igen, azt én találtam, és akkor csináltam vele egy kis videóklipet emlékül. Hát fiatalok voltunk, vékonyabbak voltunk, ugyanolyan tehetségesek voltunk, nem csak vicceltem. Igen, valaki videózott, az utolsó forgatásról készült egyébként, és akkor ott az egész nap videókameráztunk. És most már tök jó így visszanézni szerintem. De úgy látom, hogy egyébként is szeretsz videókat készíteni, gondolok például a tüncsis videódra, amit szerintem már mindenki látott az interneten. Annak nagyon örülök, köszönöm. Igen, szeretek meglepetést okozni, meg szeretek örömet okozni. Tudtam, hogy nagyon, akkor még ment az Így jártam anyátokkal, tudtam, hogy nagyon szereti. Nagyon sokszor utalt arra, amikor együtt dolgoztunk. Úgyhogy hát nem volt más válasz, sem mondtam, hogy ezzel 30 éves lett a kislány, úgyhogy ezzel egy óriási örömet okoznék neki, hogyha valami ezzel kapcsolatos meglepít csinálnék neki. És nagyon örült neki. Én írtam a kis szöveget hozzá, összevágtuk, és akkor leszinkronizáltunk, kicsit ilyen házi jelleggel, de saját poénokkal, de nagy örömet okoztam vele, ezzel is ez volt a célom. És a közelmúltban esetleg volt olyan szerep, ami még emlékezetes maradt a számodra? Mostanában? Aha. Vannak olyan munkák, például volt egy olyan munkám cím nélkül, meg színész nélkül, 20 éve nagyon szerettem volna megcsinálni, és valahogy úgy hozta az élet, hogy pár évvel ezelőtt újra szinkronizálták azt a filmet, és rám gondoltak annál a feladatnál, úgyhogy nagyon boldog voltam, és szerintem életem egyik legjobb munkája lett belőle, és így a mai fejjel azt mondom, hogy akkor, 90-es évek közepén ezt nem tudtam volna megcsinálni, bár szerettem volna. Most így eltelt 20 év, így sokkal jobb lett, és mondom, életem egyik legjobb munkája lett az a film. Hogyan kezdtél szinkronizálni, mi volt az első jelentős szereped? Az első jelentős szerepem, az konkrétan az első naphoz kötődik, amikor bementünk bemutatkozni, én legalábbis a Kisbeával találkoztam először, nagyon kedves volt, mondta, hogy éppen egy fiatalokra szóló filmet forgat, ez a Pannonia film, az a nagy vászon, itt van a mikrofon, gyere, kipróbálunk egy figurát. Odaadta a kezem a szerepet, és meghallgatott le, castingoltatott arra a figurára, és mondta, hogy ha van kedvem, akkor maradjak itt, mert jönnek itt négy, de a többiek, éppen az akkori kis gyerekszárok, Simonyi Balázs, Mináróvics Péter és a többi. Én egyébként a Tóth Attilának a szerepét próbáltam le, és mit ad Isten, az anyukája nem adta át a Tóth Attilának a diszpóját, és hiszitek, hanem csak ő nem jött el a forgatást, úgyhogy azt mondta a Kisből, hát akkor pont erre a figura castingoltattalak, akkor tiéd az a szerep, úgyhogy ilyen véletlen, nek sorozatából már is egy nagy szereppel kezdtem.
borzasztó voltam, de visszanézve nem mondom meg a címét senkinek, titokba tartom, mert meg lehet találni a neten a különböző letöltő oldalakon azt a nagyon régi filmet. Nagyon rossz voltam benne, de emlékezetes volt, az volt az első. Így kezdtem szinkronizálni. Egyébként Földesi Margithoz jártunk nagyon sokan, és annak köszönhetően találtak meg minket, és hívtak minket dolgozni. Nagyon sokat köszönünk Margitnak, mert azok vagyunk akik, és ez neki is köszönhető. Általában jó fiúkra, illetve rajzfilmes figurákra osztják a hangodat. Pedig mennyire jó egyébként negatív karaktereket csinálni, vagy különböző karaktereket, akár milyen karakterű embereket, sokkal jobb színészi feladat, de állásabb feladat, de valóban egyébként a jó fiúk meg a pozitív karakterek találnak meg elsősorban. 90-es évek közepén volt a Sikoly, arra sorozatgyilkost alakítottad, és én ott úgy éreztem, hogy lupítszuk az a szerepben. Jól érezted, pedig nem vagyok ám egy pszichomotagyilkos, még ha annak is nézek ki. De azt nagyon szerettük csinálni, igen. Igen, az jó volt. És a horrorfilm amúgy... Én imádom a horrorfilmeket. Tényleg imádom. Most legutóbb a Krampus című filmet láttam, azt is nagyon szerettem. Hoppá, azt dicsérik is. Jó volt. Hát köszönjük szépen a humoros pillanatokat. És ha azok voltak, köszönöm szépen. És kívánok további sikeres munkát. Úgy legyen, köszönöm szépen. Sziasztok!